Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Gyűjtés Tolnán, a Szentháromság szobor felújítása a cél. Embercsempészek és illegális bevándorlók. Sok dolguk volt a Tolna megyei rendőröknek az elmúlt napokban. Falunapot tartottak Izményben, bravúros győzelmet arattak a hazaiak a színész válogatott ellen. Úszás, kerékpározás, futás, közel 800-an vettek részt a triatlon fesztiválon Domboriban. A Tolnai Szentháromság szobor felújításáért szervez gyűjtést a település lakosa Saramó Márta. Ennek megvalósítására egy alapítványt is szeretne létrehozni az asszony. A köztéri alkotást utoljára 40 évvel ezelőtt renoválták. Most a rekonstrukció nagyjából 20 millió forintba kerülne. Közel 200 évvel ezelőtt 1823-ban építették, és utoljára 40 éve 1982-ben újították fel a Tolnai Szentháromság szobrot. A település egyik lakosának, Saramó Mártának volt az ötlete, hogy itt lenne az ideje, hogy rendbe hozzák az alkotást. A becslések szerint ez csaknem 20 millió forintba fog kerülni, amit részben adományokból és pályázat útján szeretnének finanszírozni. Az idő vasfoga erősen megrongálta, nagyon rossz állapotban van. A 200 éves jubileum, amint, mint mondtam, jövőre lesz, illetve az ősök iránti tisztelet és a városhoz való kötődésem motivált arra, hogy létrehozzak egy alapítványt a szobor felújítására. A helyi képviselő testület támogatta az ötletet és megadta a hozzájárulását, így a Tolnai Szentháromság felújításáért elnevezésű alapítvány, amelyet egy 5-tagú kuratórium fog működtetni, felújíthatja a szobrot. Két lépésbe fog megvalósulni a felújítás, mivel a szobor műemlék, ezért engedélyeztetnünk kell a felújítást az örökségvédelmi hivatallal. Ehhez be kell majd csatolni a restaurátori tervet, egyéb dokumentációt, és ha megvan a hivatal engedélye, akkor ennek birtokában kezdődhet el a tényleges felújítást. A tervek szerint, ha sikerül összegyűjteni a szükséges összeget, akkor a restaurálást, amely nagyjából 6 hónapot vesz igénybe, egy budapesti szobrász fogja elvégezni. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos arra kérte a nagycsaládosokat, hogy a kormányhivatalokban igényeljék a rezsicsökkentés által számukra biztosított további gázárkedvezményt, ugyanis az nem jár automatikusan. A kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy az átlagfogyasztás mértékéig minden magyar háztartásban, magyar családnál fennmarad a rezsicsökkentés. A gáz esetében az átlagfogyasztás 1729 köbméter évente, az áramnál 2523 kilovattóra évente tette hozzá. Szavai szerint eddig a rezsicsökkentett határig az átlagfogyasztásúak 2 millió 175 ezer forintot tudnak megspórolni. Minden nehézség és az árnövekedés ellenére továbbra is ingyenesen és pontosan érkeznek a tankönyvek az iskolákba, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence emlékeztetett, a kormány évekkel ezelőtt úgy döntött, hogy a családtámogatások részévé teszi a tankönyv támogatást, amivel minden közoktatásban résztvevő gyermek számára ingyenessé vált a hozzáférés azokhoz. Ez diákonként több 10 000 forint kiadást vesz le a családok válláról, fűzte hozzá az államtitkár. Embercsempészt és illegális bevándorlókat is fogtak a rendőrök Tolna megye útjain az elmúlt napokban. Többek között 10 migránst szállított egy magát Algírnak valló férfi az M9-es autóúton. Őt a bíróság letartóztatta. Az illegális bevándorlókat pedig a meghallgatásokat követően visszakísérték az ideiglenes határzárhoz. A napokban több embercsempész, illetve illegális bevándorló adott munkát a Tolna megyei rendőröknek. Többek között Pörből jön egy szabadnapos egyenruhásnak lett gyanús három furcsán viselkedő férfi. Bátaszéki rendőrös munkatársai a polgárőrökkel közösen a helyszínen elfogtak három férfit, akik mindannyian szír állampolgárnak vallották magukat, azonban sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét, sem személyazonosságukat igazolni nem tudták. Ezért mindhármukat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Továbbá az M9-es autóúton a bátaszéki alosztály munkatársai az esti órákban megállítottak egy cseh rendszámú autót, amiben egy magát Algírnak valló férfi utazott. A jármű
raktárének átvizsgálása során kollégáim 10 illegális migránst találtak, akik közül 8-an szír állampolgárnak, 2-en pedig irakinak vallották magukat. Munkatársaim az embercsempészt előállították, őrizetbe vették, és embercsempészt is büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, és előterjesztést tettek az ügyészségen letartóztatásának indítványozására. A bíróság az embercsempészt a napokban letartóztatta, a migránsokat pedig a meghallgatásukat követően visszakísérték az ideiglenes határzárhoz. Az elmúlt hetekben tapasztalt természeti katasztrófák arra ösztönöztek bennünket, hogy a katasztrófavédelmi rendszerben kijelölt állandó állomány mellé további erőket állítsunk készenlétbe, közölte a Magyar Honvédség parancsnoka hétfőn. Ruszin Szendi Romulus altábornagy felidézte, hogy 2 héttel ezelőtt 2 magyar helikopter állománya Szlovéniában segítkezett vízszállítással egy kiterjedt erdőtűz megfékezésében, de látható, hogy több országban is hasonló katasztrófákkal küzdenek. A hétvégi esőzés ellenére hasonló helyzetek Magyarországon is előfordulhatnak, ezért összhangban a honvédelmi miniszter által elrendeltekkel, a Magyar Honvédség munkacsoportokkal és nagyobb személyi állománnyal erősítette meg állandó készenléti és készültségi szolgálatait, mondta a parancsnok. Megüresedett bérlakásokra lehet pályázni a Tolnai megyeszékhelyen. A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő megüresedett lakóingatlanok határozott időre szóló bérleti jogának megszerzésére. A lakások a Béri Balog Ádám utcában, a Dr. Hirling Ádám utcában és a Széchenyi utcában találhatók. Az előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára pedig a jól ismert Honvéd utcai Fecskeházba van lehetőség beköltözni. A pályázat benyújtásának határideje 2022. augusztus 12-e 12 óra. Részletes felvilágosítással a 74-es körzet 319-468-as vagy a 74-es körzet 510-es 422-es telefonszámon szolgálnak. Nem mindennapi győzelemmel ért véget az izményi öregfiúk és a magyar színész válogatott futballmérkőzése hétvégén. A házigazdák 6-3-ra győztek. A településen szombaton tartottak falunapot, ahol több százan fordultak meg a nap során. Volt miért. A szervezők igazán kitettek magukért. Fiúk, egészségetekre! 30 főre készültek étellel és itallal a helyi vadász egyesület tagjai. Vaddisznópörköltel indultak az izményi főzőversenyen. Úgy, mint többen, ők is jócskán kipótolták a nevezéskor kapott 3 kiló húst. Régi székely recept alatyán készül, és sajnos ezt nem árulhatom el a titkot, mert akkor mindenki így csinálna. Úgyhogy majd a zsűrinél meglátjuk, hogy sikerül. A hagyományos falunap alkalmával idén 10 csapat vett részt a főzőversenyen. Néhány méterrel arrébb pedig a helyi öregfiúk játszottak barátságos mérkőzést a színész válogatott ellen. A hazaiak nyertek, nem is akárhogy, a végeredmény 6-3 lett. Nagyszerű ellenfél ellen játszhattunk, és még az idő is kegyes volt hozzánk, mert azért az elején kicsit keménynek tűnt a pálya, de jó Isten, úgy látszik, velünk volt, mert egy kicsit megáztatott bennünket az elején. Szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Izményben most először rendeztek falunapot a focipálya melletti hatalmas területen. Korábban az iskola udvarában és a település központjában jöttek össze a helyiek. Azok a helyszínek viszont, ahogy teltek az évek, kicsinek bizonyultak. Én azt ígértem az idősebbeknek is, hogy mert hogy azért ki vagyunk a faluból, és nehezen tudnak kijönni, mondtam, hogy semmi probléma, az én telefonszámom mindig él, csörögjenek. Ülünk a buszba is, megyünk, és egyenként felhozzuk őket ahhoz, hogy itt lehessenek a rendezvényen. Az izményi falunapon végül több százan fordultak meg. Délutántól a résztvevőket kulturális programok szórakoztatták. Hétfőn van az anyateljes táplálás világnapja. 1992 óta augusztus 1-én hívják fel a figyelmet az anyatej fontosságára. Az Egészségügyi Világszervezet javaslata szerint a csecsemő születésének első órájától egészen fél éves koráig ez a legmegfelelőbb táplálék a baba számára, hiszen az ilyen táplálás az egyik leghatékonyabb módja a gyermekek egészségvédelmének. Magyarországon az anyateljes táplálás kifejezetten népszerű és elterjedt. A legtöbb magyar nagyon pozitívan vélekedik a jelentőségéről, úgy gondolja, hogy minden cseppje kincs.
A Mi Hazánk mozgalom arra kérte a kormányt, hogy vonja vissza a rezsicsökkentés szabályainak módosítását. Ha ezt nem teszi meg, akkor országos tüntetés sorozatot indítanak. Ezt tudtuk meg a péntek délutánra összehívott sajtótájékoztatón. A szekszárdi megmozdulás várhatóan augusztus 5-én lesz. Nem ért egyet a Mi Hazánk mozgalom a kormány által bevezetett intézkedésekkel, ezt mondta Papp Tamás, a szervezet Tolna megyei elnöke sajtótájékoztatón. A párt frakcióvezetője levélben kérte a miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vonják vissza a rezsicsökkentés átalakítását célzó törvényt. Úgy gondoljuk, hogy számtalan olyan magyar család van, aki gáz híján árammal kénytelen fűteni, és az ő számláik így elérhetik a havonta akár a több százezer forintot is az új számítások szerint. A Mi Hazánk nem csak erre, hanem a kata törvény módosítására is szeretné felhívni az emberek figyelmét. A kata ügyében az alkotmánybírósági panaszra van lehetősége az állampolgároknak, és a mi központi honlapunkon egy ilyen alkotmányjogi panasznak a mintáját találja meg, amit bárki le tud tölteni, és el tud küldeni az alkotmánybírósághoz, illetve szükség esetén jogi segítséget is tudunk nyújtani. A Tolna megyei elnök elmondta, ha a megkeresésre nem érkezik válasz, akkor országos tüntetéseket szerveznek. Ismét szurkolástól volt hangos a Tolna megyei üdülőtelep Faddombori. Hétvégén rendezték meg a 38. triatlon fesztivált, ami minden évben rangos eseménynek számít a sportág rajongói között. Az ország minden részéről érkeztek versenyzők, mind az utánpótlás, mind pedig a felnőtt korosztályból. A hétvégén Faddombori adott otthont a 38. Sportolna Triatlon Fesztiválnak. A rendezvényen az utánpótlás korosztály és a felnőtt versenyzők tehették próbára tudásukat. Az ország szinte minden szegletéből érkeztek sportolók a megmérettetésre, közel 800-an álltak rajthoz, hogy a barátságtalan idő ellenére a lehető legjobb formájukat hozzák, bár így is volt olyan, aki nem volt megelégedve a teljesítményével teljes mértékben. Hát bicikliben nem volt annyira jó. A futás meg az úszás az jó volt, de a bicikli nem. A szombat délelőtti futamokon az 5-16 éves korosztály versenyzett, délután pedig a felnőtteké volt a terep. Cenc Péter, a fesztivál megálmodója azt mondja, minden évben öröm számára, hogy ennyien hódolnak ennek a sportágnak. Háromféle sportágat űznek, nem monoton, mert egyiket éppen befejezi, már jön a másik, és azért elég nagy közönség van, biztató közönség, közben kapnak frissítőt, a célból ott a dinnye, ott a fornetti, ott van egyéb ajándékok nekik, és úgy jön, hogy jó érzik magukat, és szeretnek ide járni. A fesztivál nem csak a profi sportolóknak szólt, az amatőrök is próbára tehették magukat. Pénteken a próbált ki a triatlont elnevezésű versenyre nevezhettek be a vállalkozó kedvű érdeklődők, akik 100 méter úszás, 2 kilométer biciklizés és 500 méter futással kóstolhattak bele ennek a sokszínű sportnak a szépségébe. Regionális híreink következnek. 160 adományozó, 50 tonna búza, megérkeztek az adományok a Magyarok Kenyere programhoz. Államtitkárok és helyi cégek adományoztak, megújult a Szentlőrinci tisztartóház kapuja. Hetente érkeznek helyi termékek a Pécsi Iparkamarához, a kosár közösség hozza össze a termelőket. Idén is rekordmennyiségű búza érkezett megyénk gazdáitól a Magyarok Kenyere program számára. Már 50 tonna adomány érkezett, pedig a szervezők augusztus 20-áig várják a felajánlásokat. Pénteken Sombereken tartottak ünnepséget az évtizedes program baranyai résztvevői számára. 15 millió búzaszem. Ez a motto olvasható minden zsákon, melyeket magyar gazdák ajánlottak fel a Magyarok Kenyere program számára. A Pécsről 12 évvel ezelőtt indult programban évről évre nő az adományként érkező búza mennyisége. Ritlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei elnöke elmondta, hogy Sombereken 8. éve tartanak ünnepséget annak tiszteletére, hogy megérkeznek a felajánlások. Ez körülbelül úgy szokott lenni, hogy ilyenkor még az aratás tart, de az idejében sajnos Baranyában befejeződött a búzának a betakarítása, ilyen sem volt még, nagyon nagy az aszály, előbb kezdtük az aratást, és sajnos erre a gyűjtő időszakra
már nincs mit aratni Baranyába. Ennek ellenére nem változott az a tendencia, hogy minden évben egyre több zsák búza érkezik a program részeként. Ritlinger József korábban Békés megye számára ajánlotta fel a megyékben megmaradó búza, illetve az abból készülő liszt felét. Ez egy kicsit azért inspirálta a gazdálkodó társadalmat, valaki dupláját, valaki másfélszeresét, de van olyan gazdálkodó, aki háromszeresét felajánlotta. Ennek köszönhetően még nem vagyunk a végén, tavaly 40 tonna gyűlt össze Baranyába, az idei évben 160 felajánlottól már az 50 tonnánál tartunk idáig. Úgy gondolom, ez egy nagyon szép teljesítmény, és egy nagyon szép összefogás a baranyai gazdatársadalomnak. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke szerint a Magyarok kenyere a nemzeti összetartozás egyik legszimbolikusabb programja. Mint mondta, az elmúlt évtized alatt több mint 100 000 nehéz sorsú magyar gyermeknek segített a program 580 karitatív szervezet bevonásával. Amikor egy-egy gazda a megtermelt búzamennyiség egy részét felajánlja a Magyarok kenyere programba, akkor tudhatja azt, hogy abból jut a határon túli magyar honfitársainknak is, de jut az anyaországi nehéz sorsú gyermekeknek, családoknak, hiszen az anyaországon és a határon túl is vannak nélkülöző honfitársaink. Fontos, hogy tudjunk nekik segíteni, ebben a programban pedig ennek a jó példáját láthatjuk az elmúlt években, és ez így lesz idén is. A gyűjtés elsősorban a búzára összpontosít, de az adományozó kedve nem kifejezetten gabonatermelő vidékeken is nagy. Erre jó példa Székelyföld, ahol évek óta a búza mellett mézet, burgonyát, sárgarépát és egyéb zöldségféléket is felajánlanak a gazdák. Megújult a szentlőrinci Brandner-Konz Múzeum kapuzata. Az omladozó kapuoszlopokat és a fa kapuelemeket adományokból és helyi mesterek segítségével állították helyre. A kapu hűen tükrözi az 1700-as években épült ház eredeti hangulatát. Harsonaszóra nyílt a szentlőrinci tisztartóház új kapuja. Államtitkárok avatták fel és tettek emléktáblát a felújított kapuoszlopokra. A 300 éves épület bejárata adományokból és helyi mesterek segítségével szépült meg. Így nézett ki a kapu a felújítás előtt. Györgyvári Márka, a Brandner-Konz Múzeum kuratóriumi elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a 4 millió forintnyi felújítási költséget sikerült majdnem a felére csökkenteniük helyi szakemberek segítségével, a végösszeg jelentős részét pedig Süli János, akkori miniszter, Kovács Pál államtitkárként, Fazekas István a múzeum egyik kurátora, valamint Hoffmann Tamás a Lafarge cementgyár vezérigazgatója adták adományként az intézménynek. Ennek azért nagyobb jelentősége van annál, mint ha egyszer kapuról beszéljünk, mert ez a kapu a múltat tartja itt zárva, a múltat őrzi, és nekünk ez a fontos egyébként. De néha a látogatók előtt pont ez az, hogy ki tudjuk nyitni, beengedjük akkor a látogatókat, töltődjenek fel azzal az iklettel, amit itt lehet nyerni, hogy itt lehet kapni ebben az épületben azt a 300 éves múltat, amit is sikerült eddig megőriznünk. Süli János, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy a település jellegéből fakadóan kötelességének érezte, hogy az épületbe belépők egy szép portán haladhassanak át. Itt a fák alatt ülve merült föl, amikor még ez a kapu romos volt, hogy akkor meg kéne csinálni, és akkor valahogy én is úgy éreztem, persze illik ez a környezethez, a településhez, hogy legyen rendben, mert ahogy elmondtam, a porták úgy vannak mindig befejezve, építek egy házat is, ha vagy nem csinálok kerítést, és akkor megcsinálom ezt növényen, ez egyfajta irányzat, vagy ha körbe kerítem, akkor pedig jó kapunak kell lenni. Az Eszterházi család által építetett kastélyhoz tartozó tisztartóház később a főszolgabírók székhelye lett, mely egészen 1945-ig ebben a funkcióban működött. Jelenleg ebben az épületben van a Brandner-Konz Múzeum, mely Szentlőrincnek és egész térségének múltját őrzi. A kapu után magán az épületen is szükségessé vált a rekonstrukció, mondta a kuratórium elnöke. A falat, külső vakolatot, tehát külsőket kellene felújítani. A mi kiállított tárgyaink azok rendben vannak, tehát annak a felújítása megtörtént egy 10 évvel ezelőtt, és nagy élményt nyújt mindenkinek. A ház hűen őrzi a századforduló tisztartói lakásának hangulatát, mely tükrözi az országban oly kevés számban fellelhető polgári értelmiségi kúriák jellegzetes vonásait. A múzeumba a belépés díjtalan. Közvetlenül a termelőtől vásárolnak azok a pécsiek, akik csatlakoztak a kosár közösséghez.
Péntekenként érkezik a megrendelt friss élelmiszer az elosztóponthoz. Itt az önkéntesek állítják össze a csomagokat a listák alapján. A kosár közösséget támogatja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, helyszínt biztosít nekik az épületükben. Azért, mert a kezdeményezés illeszkedik a kamara heti egy helyi akciójához, amivel a helyben működő termelőket segítik piacjutáshoz. Gyümölcsök, zöldségek, pékáruk kirakva dobozokba a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara épületében. Itt működik most a kosárközösség elosztója. Helyi kistermelőktől rendelnek az emberek online. Az árukat pénteken hozzák be a termelők Pécsre. A közösség önkéntesei válogatják szét az élelmiszereket a rendelési listák szerint. Érkezik a rendelés ehhez a nőhöz, aki rendszeresen így vásárol. Én már a kezdetek óta itt vásárolom a zöldségeket, meg a kistermelők által előállított termékeket, és nagyon elégedett vagyok, nagyon szeretek ide járni. Tej és hústermékek is vannak, azokat hűtőben tárolják, ezért nem tudjuk megmutatni. Ezekből is szokott vásárolni. A kecske termékeket megkóstoltam. De leginkább a zöldségek azok, amiket visszük. Húst is, ha van rá lehetőség, akkor igen, csirkét kakast végül is az működött így eddig. Hamar sor alakul ki, a vásárlók azt mondják, jó minőségű élelmiszerhez juthatnak itt. Nagyon elégedett vagyok, most már egy éve vásárolja vagyok a Pécsi kosárnak. A tejtermékeket nagyon szeretjük, a zöldségeket, és a füstölt árukat, azokat szoktuk inkább itt vásárolni. A kosár egy közösséget épít a helyi termelőkből és a fogyasztókból, mondja a kezdeményezés elindítója. A közösségnek jelenleg egy csoportja van a legnagyobb közösségi médiában, és azon keresztül ott lehet tájékozódni, hogy mi hogy működik. Péntekenként vannak az átadó napjaink, de előzetesen lehet rendelni, tehát a vásárlók azok közvetlen a termelőtől rendelnek online formában, és pénteken tudják átvenni. Tehát, hogy ez nem egy piac, tehát plusz termékek nincsenek, hanem a közvetlen megrendelt termékeket lehet átvenni. A gazdálkodók és a fogyasztók így személyesen ismerik egymást. Tudják a vevők, milyen körülmények között termelték meg az adott élelmiszert. Éppen ennek a bizalomnak a kiépítése, a helyi termelők piachoz juttatása, a helyi iparkamara célkitűzése is. Ezért adtak helyt a kosárközösségnek az épületükben. Talán a tévénézők jól emlékeznek rá, hogy a Covid kiterősekkor elindítottuk a heti egy helyi programot, amivel a gasztronómia szektort, a vendéglátást, illetve a helyi termelői szektort próbáltuk segíteni. Arra hívjuk fel a figyelmet, és hívjuk fel ma is, hogy legalább hetente egyszer vásároljanak valamit, ami helyben termelik meg. Hosszú hónapokig figyeltük a kosár közösségnek a próbálkozását, hogy új helyre költözzenek. Végignéztük a Marai Irodaháznak a lehetőségeit. Arra a döntésre jutottunk, Pécsi kosár közösségnek van itt helye. Korábban az Expo Centerben volt a kosár közösség elosztó helyszíne. Innen jöttek el, de nem találtak új bázist. Ekkor érkezett a kamarai felajánlás. Jelenleg 250 rendelést tudnak összeállítani hetente, erre van kapacitásuk, mondták a pénteki átadónapon. Lovas kocsikáztak, a helyi hímzést ismerték meg, és sokat játszottak a gyerekek az idei toppantó táborokban Karádon. Három turnusban közel 70 gyermek vakációzott a Balatonhoz közeli faluban, ahol a helyi szokásokat is megtanulhatták. Így a két ujjadat beakasztod majd csak ide, ez csak a két ujjadat, jó? Így megmutassam? Így. Így jó? És akkor így meg jó erősen ki kell húzni. De elmegyünk oda kicsit közelebb, jó gyerek? Az íjászkodást is kipróbálták a gyerekek a karádi toppantó táborban, ahol a kézműves foglalkozások sem maradtak ki a programból. Papír sárkány, henna festés és sógyurma is készült. Sóból, lisztből csináltuk meg, vízből. És milyen formát készítettél? Én sívet anyának. Budapestről és környékéről, valamint a Balatonpart településeiről érkeztek a gyerekek a táborokba. Laura a fővárosból érkezett Karádra vakációzni. Az jó, hogy most lettek új barátnőim, és játszhatok velük, meg mindent csinálhatok, nekem az a legjobb.
Negyedik éve szervezik már meg a toppantó táborokat Karádon. Idén 3 turnusban nyaraltak itt a gyerekek. Voltunk a hímzőkörbe, voltunk mézeskalács díszítésen, volt a gyerekeknek lovaskocsis kirándulás, voltunk a mezőgazdasági ZRT-be, ami nagyon izgalmas volt számukra, mert egészen onnét, hogy a kukorica hogyan kerül a földbe, végig járhatták az útját, hogy tényleg mi lesz belőle. A korosztály nagyon vegyes. Az óvodásoktól a felső tagozatosokig együtt vakációznak itt. Idén a 3 turnusban közel 70 gyermek vakációzott Karádon. Most pedig mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket újra röviden. Gyűjtés Tolnán, a Szentháromság szobor felújítása a cél. Embercsempészek és illegális bevándorlók, sok dolguk volt a Tolna megyei rendőröknek az elmúlt napokban. Falunapot tartottak Izményben, bravúros győzelmet arattak a hazaiak a színész válogatott ellen. Úszás, kerékpározás, futás, közel 800-an vettek részt a Triathlon Fesztiválon Domboriban. Kedden nyaralóknak kedvező, nyugodt, napos időszak kezdődik jelentős felmelegedéssel. A hőmérséklet ismét több felé elérheti, sok felé meghaladhatja a 35 fokot. Számottevő csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!